Szép jó estét kívánok! Önök a Tea 349 című műsor következő adását látják. A ma esti műsorhoz is igen jó szórakozást kívánok, és szép jó estét! Jó estét kívánok, kedves nézőim! Ma esti vendégemet csak a nem sportrajongóknak kell igazán bemutatni. Fogadják szeretettel Gundel Takács Gábort. Szervusz Gábor, hogy vagy? Szervusz Péter. Hát köszönöm szépen, fáradtan, hál' Istennek. Mert ez azt jelenti, hogy az embernek van dolga, és az a mai világban nagyon jó, hogy az embernek van dolga. Nyilván meglepődtél, amikor felkértelek, hogy legyél vendége a műsoromnak. Tudnék, rendhagyó ez a mai este, mert te vagy az első sportriporter. De ha kell, akkor én ezt nagyon röviden meg is indokolnám. Számomra te vagy a legszimpatikusabb. Benned érzem azt elsődlegesen, félretéve minden ellenszenvet vagy rokonszenvet, aki igazán élvezi is, amit csinál. Hát köszönöm szépen. Azért azt kell mondjam, hogy gondolom a többiek is élvezik, amit csinálnak, és valami a szerénységből egy kicsit tompítsam az élet, valószínűleg a box iránti közös szeretetünk és az okozója ennek a szimpátiának, amiket végül is a box ismertetett össze, ez a körvívás. Biztos, hogy van benne valami, de nekem Ajtai Péternek ma a legszimpatikusabb sportriporter a magyar televízióban a Gundel Takács. Tehát itt minden ismerettséget félretéve ez indokolta, hogy felkértelek a műsor. És köszönöm, hogy elfogadtad. Én is köszönöm, nagy megtiszteltetés. Gábor, hogy lettél sportriporter? Teljesen véletlenül. Én abszolút hiszek a sorsszerűségben, és abszolút fatális, hogy amit nagyon szerettem, valamit nagyon akartam, az nem sikerült. Amit egyáltalán nem akartam, nevezetesen a sportriporterség, az meg egyszer csak az ölembe csöppent, és aztán ez lett belőle. Mit nem akartál? Hát ezt nem akartam, szóval sose terveztem, hogy én sportriporter leszek. Én nagyon akartam színházzal foglalkozni, színész akartam lenni, esetleg rendező. Szóval a színház volt a mindenem. Éveket fetszöltem rá, hogy színház. És nem sikerült, nem sikerült, nem sikerült. Közben dolgoztam már a televízióban, a sportosztályon, ráadásul ügyelőként, de sose jutott eszembe, hogy én is egy nap sportriporter legyek. És aztán egyszer csak az ölembe csöppent a lehetőség, hogy akár meg lehetne próbálni. És akkor megpróbáltam. Most itt tartok, ahol most tartok. Vannak kedvenc sportágaid, leszámítva az ökölvívást, mert erről már beszéltünk. Hát persze, hogy vannak kedvenc sportágaim, de általában sport... Van egy-két sportág, amit nagyon nem szeretek. Most nem fogom megmondani, hogy ez az egy-kettő. Nem akarom egyik nézőt se elriasztani a műsortól. Általában sportot szeretem. De a labda, a küzdősportok, főleg a csapatsportok. De hát tudod, a sport azért jó dolog, mert mindig egy kicsit a sűrítménye az életnek. Szóval a szélsőséges örömök és a szélsőséges bánatok jelen vannak. És olyan egyéniségek jönnek mindig a sportban, akik hát emlékezetes emberek. És ezekkel sűrűn találkozni a sportban mindig nagy élmény. Még azokban is, azokban a sportágokban is, amit esetleg kevésbé szeret az ember, vagy kevésbé ért az ember. Bennem mindig motoszkált ez a kérdőjel. Ha akarsz, válaszolsz rá, akarsz nem. Mennyi meló van egy olyan sportág közvetítésében, amelyet nem ismersz? Tehát milyen felkészülést igényel ez? Hát ez rengeteg, rengeteg, rengeteg. Hát én a boxba is véletlenül csöppentem bele. Én kézilabdáztam, én sose vívtam semmilyen küzdősportot. Csak egyszer csak Gyula István elküldött a sífutó világbajnokságra 91-ben, azt se ismertem. És jól sikerült, és amikor hazajöttem, azt mondta, hogy jó van, öreg, jó volt. Májusban te mész a box EB-re, mondom, Pistikém, hát annyit tudok, hogy ez a jobb kezem, ez a bal. Szóval nem baj, megtanulod. Hát meg kell tanulni. Könyveket elővenni, meccsekre járni, nézni, nézni, nézni. De most természetesen az egy baj van ezzel, hogy mindent meg lehet tanulni, a szabályokat, a sporttörténelmet, meg lehet ismerni a sportolókat. Azok számára, akik benne vannak, azért
azt hiszem, hogy mindig ki fog derülni, hogy aki beszél a sportról, az csak jól megtanulta, vagy valamikor benne is volt. Szóval azt hiszem, hogy te vagy a box társadalomban lévők, azért mindig hallani fogják ezt a pici különbséget a közvetítéseimben, hogy hol van a vége a tudásomnak, és hol hiányzik az, hogy én ezt sose csináltam. Nem biztos, hogy én nem is akarom megkontrázni az általad elmondottakat, mert nem így van. Te vagy az első olyan közvetítő riporter, akinél még egyszer nem éreztem azt, hogy szóval nincs benne, hogy itt legfeljebb lexikális anyag van. Mert, mint említetted, volt a kézilabdát, hát azért ott, az se akármilyen küzdősport, azért box ott is van. Én kapus voltam. Úgyhogy, de akkor is belülről érezted az izzadságszagot, tehát magát a verejtékszagot, a melót, azt. Tehát aki ezt bármilyen sportot valaha csinált, azért az másképp látja, mint az, aki kívülről cseppen be. De ennek dacára nekem meggyőződésem, hogy nem feltétlen kell élsportolónak lenni ahhoz, hogy valaki jó szakember legyen. Nem, élsportolónak nem feltétlen, de nem ártana, hogyha lenne pár év box múltan. Ugyanakkor a box, azt kell mondjam, hogy kicsit szerencsés sporták, szóval szerencsém van a boxsal, mert az konkrétum, ott látszik, hogy megütötték, nem ütötték meg. A pontozók elvihetnek egy meccset, de amit lát az ember, az tény. Szóval ez nem olyan, mint a pontozásos sportágok, a torna vagy valami, hogy két egyforma volt, az egyik jobban kinyújtott a lábát, a másik kevésbé, nehéz összehasonlítani. A ringben ott megtörténnek a dolgok, és akkor az vagy ott van, vagy nincs ott. Az tény. Más kérdés a pontozás. Tudod, szóval, és ezt látni azért van vele könnyebb, azt hiszem. Ne kanyarodjunk vissza a boxhoz, mert nem akarom elvinni ezt a beszélgetést a bunyóra. Nem erről szól, ez Gundel Takács Gáborról szól ez a mai este. Gábor, említetted volt a színházat, a rendezést. Nekifutottál a Színházi és Filmművészeti Főiskolának? Persze, nekifutottam négyszer, de nem sikerült. Mindig kirúgdostak, amatőr színházban játszottam, nagyon szép időszak volt, kettőbe is, az egyben rövidebb ideig, a másikban hosszabb ideig. Próbálkoztam Kaposvárra is elmenni, aztán nem sikerült. És nagyon-nagyon fájt, amikor kiderült, hogy ez kész vége, most hát tovább nem érdemes próbálkozni. Most már azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen nem baj. Most már könnyen mondom, mert azért csak megtaláltam azt hiszem a helyemet az életbe, bár azért még keresgetem, de azt hiszem, hogy én annyi ideig próbáltam ezt a színházat, hogy ennyi idő alatt ki kellett volna annak derülnie, hogyha én nagyon tehetséges vagyok, és nem derült ki. Tehát valószínűleg lennék egy középszerű színész, az meg nagyon nagy baj lenne. Érdekes, amiket mondasz. Nem te vagy az első az én műsoromban, aki próbálta a színész pályát. Népszerű dolog. Aztán megtalálta a rádiónál, a tévénél a helyet, nevezett Neumann Gábor például szintén. Többek között Kaposvárot is játszott, és úgy látszik, mindenkinek mi van megírva az életbe. Te boldog, megelégedett ember vagy? Boldog, meg boldog vagyok, elégedett nem vagyok. Mert 31 évesen ne is legyen az ember elégedett, azt hiszem. Szeretsz utazni? Szeretek. Ez a nagy ajándéka a szakmámnak. Van sok negatívuma, sok pozitívuma, ez a pozitívuma, az utazás. Milyen hobbid van ezen kívül? Kérlek szépen, amikor én elkezdtem utazni, akkor elkezdtem gyűjteni pénzérméket, ahol jártam. És most már van egy két kalapra való mindenféle pénzérmém. Azokat gyűjtögetem, ha hozzájuk jutok. Hát egyre bent van egy nagy dobozba, aztán majd egyszer, majd ha nyugdíjas leszek, akkor talán még rendszerezni is fogom őket. Valami albumba helyezve? Van egy dobozom, amiben egy kevéske belefért, és aztán van egy fadoboz, amelyik így állnak kupacba, de hát igazából sok hobbira nincs időm. Mik az elkövetkezendő terveid? Hát sok mindent lenne jó csinálni, nagyon örülnék, hogyha ebbe a televízió szakmába egy kicsit rendeződnének végre a dolgok, és olyan cégnél dolgozni, akár ez a Magyar Televízió, akár egy másik, ahol profi körülmények között lehetne dolgozni. Aztán lehet, hogy decemberben születik egy kislányom, legalábbis egyelőre úgy néz ki, van már egy fiam, most talán jön egy kislány. Úgyhogy, és dolgozni, sok mindent csinálni. Ezek szerint akkor csak teljes az életed? Hát sok minden már nem fér bele, még ebbe pluszba.
De hát azért biztos, hogy férne még bele egy más. Igen, még néhány órát jól volna beletenni. A 25-et, a 26-at, meg a 27-et. Gábor, sportolásra van időd? Hát csak nagyon alkalmilag. Szóval sajnos nem tudom megszervezni azt, hogy minden héten, hétfőn és szerdán 8-kor ott vagyok valahol, és akkor parti. Nincs olyan órája a hétnek, amire azt tudnám mondani, hogy ez mindig szabad. Kicsit nem is bánom, tudod, szóval én nem szeretnék úgy élni, hogy tudom, hogy az elkövetkezendő 30 évben reggel 8-ra fogok járni fél 5-ig, és akkor kész vége. Szóval én tulajdonképpen nagyon szeretem ezt az életmódot, hogy egyszer éjszaka, egyszer hétvége. A családom egy kicsit nehezebben tűri, én szeretem. Akkor dolgozom, amikor tényleg a munka, amikor nincs, akkor nem. Mi az arcpoétikája Gundel Takács Gábornak? Nekem nem volt arcpoétikám, aztán kiderült, hogy mi az. Az, hogy azt feltételezni mindenkiről, és kaptam is erről visszajelzéseket, hogy ezt észrevették a közvetítésekben, nem csak a sportban, de például a játék határok nélkülben is. Szóval azt feltételezni mindenkiről, hogy jót akar, jót szeretne, hogy szeretettel csinál valamit, hogy teljes odaadással csinál valamit, és szóval a pozitívumot feltételezni, és a pozitívumot meglátni a dolgokban, és azt erősíteni. Nem mindegy, hogy egy pohár félig tele van, vagy félig üres. Én jobb szeretem azt mondani, hogy hát ez félig már tele van. Nagyon elvontan fogalmaztál, de engem még egy dolog igazán érdekelne. Mit jelent a nyelvtudás egy sportriporter életében, vagy a munkájában? Hát rengeteget. Szóval ez olyan, mint a lakatosnak a kalapács. Ha én nem tudnék angolul, akkor nagyon nagy bajba lennék. Szóval külföldön angolul minden országban és minden eseményen kap az ember információkat. Ha én nem tudnék angolul, akkor nem jutnék információkhoz, nem tudnék adatokat. Külföldön, minden országban beszélnek ma már angolul, még Németországban is. Anélkül nem tudnék kimozdulni az országból. Egy kulisszatitokra, ha akarsz, nagyon szépen megkérlek, válaszoljál. Ez engem úgy mindig izgatott és érdekelt, hogy lehet mindig mobil egy riporter. Tehát ez alatt azt értem, hogy ma közlik veled, hogy holnap, mit tudom én, Németországban ezen és ezen a verseny, vagy ezen és ezen a meccsen kell, holnap után van egy világverseny itt és ott működsz, onnan tudósítasz. Hogy lehet ezt koordinálni, ezeket az akkreditálásokat? Tehát, hogy mindig ott tudsz lenni, mert amikor még vízumkényszer volt bizonyos országban, akkor is ez megoldott volt. Ezt hogy csinálják? Hát nem tudom. Szóval, ha én ráérek valahova, akkor menni kell. Szóval ez benne van az életem, hogy jön egy telefon, és menni kell. Volt olyan, hogy fölhívtak reggel, megkérdezték, hogy van-e útlevelem. Van, jó, akkor egy óra múlva beülsz egy autóba, és irány Regensburg. Nem tudom, nekem ez természetes. Ez ilyen a mi szakmánk. Tehát ezek az akkreditálások, ezek nem ezek előre technikai történt. Dolgok. Én igazából nem tudom. Szóval egy olimpiára most szeptember-októberben már akkreditálni kell a jövő nyári atlantai olimpiára. Tehát vannak események, ahol nem kell akkreditálni, ha csak súgy, gyerünk, menni. Ezek technikai dolgok. Én igazából nem nagyon foglalkozom vele. Csak odaadják a papírt a kezembe, utazhatsz. Kész. Élvezed. Élvezem. Igen. Vannak olyan sportágak, ugyanerre már egyszer kikanyarodtam, amiket nem igazán szívesen közvetítesz? Van, de azt nem is kell közvetítenem, hál' Istennek. Például? Nem, hadd ne mondjam meg. Hát elsősorban, na jó, megmondom, amit nem csodálkoznak úgy. Elsősorban a női sportágak, a műkorcsolya, a ritmikus sportgimnasztika, ezek egy kicsit távolabb állnak tőlem. A ritmikus sportgimnasztika, hagyjál, mert azt csak nők csinálják egy női sportágat. A műkorcsolyát igazából nem szeretem, amikor férfiak műkorcsolyáznak. Bocsánatot kérek a összes nézőtől, akit most elüldöztem. Nem tudod megmondani, miért? Mert számomra ez egy nőies dolog, és a férfiak csinálnak nőies dolgot, az tőlem távol áll. Biztos most lehülyéznek sokan, mert hát miért, hát a tánc is, meg mit tudom én. Nem tudom, más. Én nem szeretem, amikor pipiskednek a jégen. Hát ez az én hülyeségem, bocsánatot kérek. Gábor, így a beszélgetésünk végén, mert végső soron egész vidámra váltott ez a beszélgetés, és nagyon-nagyon köszönöm neked. Azt kívánom neked tiszta szívemből. Mindenhova érjél oda. Ez nagyon nagy jó kívánság. Ami fontos az életedben, elsősorban a születendő gyermek egészséges legyen. Atlantába szeretnék veled találkozni, ez egy
közös kívánalom már. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelted a kávéházat, és ellátogattál hozzám, és ezzel tápláltad bennem azt a rokon szenvet, növelted, amit egyébként is évek óta érzek irántad. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Megtisztel.